Ilyen javaslat elfogadásra bocsátom az első napi rendi pontként a képviselők jóvá hagyták Koncz Márta demokrata párti képviselő lemondását, majd megerősítették a helyébe lépő tótfalusi Bontovics István kinevezését. A továbbiakban a testen kívüli megtermékenyítés támogatására eddig elkülönített legtöbb 75 ezer dinár jelentős mértékű megnöveléséről született döntés. Amennyiben több pályázó jelentkezik, akkor abban az esetben az a pár részesül előnyben, amelynek nőtagja életkorban közelebb áll a rendeletben megállapított korhatárhoz, vagyis a 41 életkorhoz. A Magyar Kanizsai Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ idén ünnepli fennállásának 5. évfordulóját. Az intézmény szeptember 1-e óta új épületben működik. Az idei iskolaévre már 14 akkreditált képzést sikerült jóvá hagyatniuk az Oktatási Minisztériummal. A Szülők Fóruma néven folytatódik a szülői kompetenciákról szóló program is. Egyelőre a Magyar Kanizsai Általános Iskola szülőket kérdeztük meg, hogy van-e szükségük arra, hogy nevelésben, oktatásban és egyéb más családi gondozásban felvetődött kérdéseket, nehézségeket itt ezeken a műhely munkákon, ezen a fórumon megvitassuk. Hagyományos tevékenységei mellett a községi Vöröskereszt ebben az évben néhány óra erejéig szeretné becsempészni képzéseit az általános iskolákba is. Az a célunk, hogy a 2015-ben minden diák, aki befejezi az általános iskolai tanulmányait, mindez mellé megtanuljon mentőt hívni és újraéleszteni. Az ülésen elfogadták több közvállalat és intézmény 2015-es munkaprogramját, kollektív szerződését, illetve annak bővítését.